888, miért nem inkább 666-ra? Sátán szájtja. Hát a 888 között mögött igaz, hogy komoly szemmisztika el, de egész egyszerűen azért esett csak a választásunk erre a 38-asra, mert jól hangzik. A egyik kedvenc filmemben, a Kill Bill-ben is van egy 88 eszement, egy ilyen gyilkos banda, akikről kiderül, hogy nincsenek is 88-an, csak jól hangzik. Nagyjából ez volt a választásunk mögötti logika. Akik támadni fognak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy ez, hogy Geszti Péter fogalmazott, Új Péter szellemi hátsó fertájából bújt elő, mivel hogy 444 után 888. Ez a dolgok természete, hogy szerintem sokan fognak minket támadni, meg is értem őket, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy adott pályán van és ő a király a pályán, akkor ha valaki bemerészkedik a pályára, ezt rossz szemmel nézi. Nem foglalkozunk azzal, hogy mások mit gondolnak rólunk. Természetesen jól esik a törődés, úgyhogy várjuk az írásokat, a kritikákat. A főszerkesztő Géfodor Gábor. Gépetű szavakról mostanában a közéletben együtt az ember eszébe. Hát az egyetemen mindig azt mondtam a hallgatóknak, hogy két lehetőség van. Vagy galamblelkű, vagy gerinctelen. Ez a vizsgai időszakban szokott eldőlni. Ez egy gonosz szájt lesz? Hát biztos lesznek, akik rosszul fognak aludni. De én azt gondolom, hogy ez egy olyan szájt, ami elsősorban állítani akar. És az állítások mögött mindig vélemények vannak, meg erős víziók a valóságról, és az állításokkal mindig lehet vitatkozni. És ez biztos lesznek olyanok, akiknek nem tetszik. Mi azoknak szeretnénk csinálni ezt a lapot, akik azt gondolják, hogy van valami elképzelésük a valóságról, szeretik ezt a helyet, ahol laknak, van véleményük, képesek állítani és az állítások mögé érveket felsorakoztatni. Sokan azt fogják kétségbe vonni, hogy ez nem valamiféle független újságírás, hiszen Géfodor Gábor politikai elkötelezettsége nyilvánvaló. Nekem az is kérdés, hogy ez újságírása. Én úgy tekintek erre a történetre, hogy közösséget szeretnék építeni. Fiatalokból álló csapatról van szó, akik elsősorban fiataloknak, vagy örök fiataloknak, örök ifjúknak írnak. Én azt gondolom, hogy az élethez való viszony a kérdés. Mindig elgondolkozok azon, ha valaki arról beszél, hogy összefér-e valami a konzervativizmussal. Mindig elkezdek gyanakodni, hogy nem valami rossz indulatú, baloldali, ideológiai gondolkodásról van-e szó, mert én azt a kérdést teszem fel, hogy összefér-e az életemmel, belefér-e az életemmel. Azoknak írjuk, akik így gondolkodnak, akiknek leír a lábuk, akik józanul élnek a világban és szeretnének, hogy megélni az életet. Semmi propaganda? Propaganda, hát minden propaganda. Erről hosszan tudnék mesélni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan oldal lesz, ahol lesznek karakán állítások, és az állítások vitákat fognak kiváltani. Én gondolok valamit a világról, amit gondolok nyilván helyesnek is tartom. Ha az előbb arról beszéltünk, hogy mi az, hogy független meg objektív, azt gondolom, hogy nincsen független meg objektív, mert minden álláspont elfogult. Természetesen mi is elfogultak vagyunk egy világnézet iránt, vagy sok világnézet iránt, akár elfogultak vagyunk bizonyos igazságok iránt, mint hogy a vitapartnereink is azok. Az az érdekesség ennek a játéknak, hogy a vitapartnereink általában a morálra hivatkoznak, meg hogy nekik van igazuk. És az a szép ebben a játékban, hogy rendre kiderül, hogy a császár mesztelen. Belemertek majd csípni a sajátjaitok fenekébe? Majd készül egy írásom, amiben egy szótárt és egy nyelvleszkét adok át kezdő 888-asoknak, és az úgy fog kezdődni, hogy a 888-asok azok mi vagyunk, és mindenki más ők. Ez a politikai gondolkodás alapleckéje. Úgyhogy, ha vannak sajátjaink, akkor a magunk seggébe, fenekébe is belecsípünk. Kicsit olyan ez, mint a Fradi békközép? Hát nem merném megkockáztatni, józanabbak vagyunk, meg józanabból közelítünk az élet dolgaihoz is. Na azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen önfelett játék. Egy olyan önfelett játék, ami az életet is jellemzi. Egyébként én úgy közelítek ehhez a történethez, hogy ez olyan, mint egy nagy utazás, ami elkezdődött. Tart valahova, nincsen meghatározva a vége, mint ahogy a 3-8-as is arról szól, ha megfordítjuk a 8-ast, hogy végtelen lehetőségeket kínál. És ennek már van egy kis bullshit szava. Hát akkor ez a propaganda. Tehát most akkor propagandát csinálok. Megint vissza az alapkérdés, ez miért 888? Ez tényleg olyan, mint a valamire tromfolni akarom. Hát én azt gondolom, hogy tromfolni akarunk. Igen, ez egy jó dolog. Azt akarjuk megmutatni, hogy azok a tévképzetek, amelyekkel közelítenek mondjuk akár a jobb oldal felé is, ezek hülyeségek.
hogy ha megpróbáljam érzékletes képpel leírni ezt a dolgot, hogy valakik azt gondolják, hogy csak ők tudnak biciklizni. És amikor más megpróbál biciklizni, akkor azt mondják róla, hogy jaj, de most komolyan, minek próbálod meg? Annyira gagyi, hogy megpróbálsz kerékpározni. Ne viccelj már! Úgy közelítenek ez a kérdéshez, mintha a biciklizés valami misztikus tudomány. És azt tudom mondani ezeknek a srácoknak, hogy nézzétek, megyünk, kerekezünk, hajtunk elő. Én azt gondolom, hogy ez egy szexi dolog lesz. Szexi? Szexi dolog lesz, igen. Ugye, ha a támadások irányából indulunk ki, akkor azt gondolják rólunk, hogy milyen segnyaló portál vagyunk, kormányzati propagandát fogunk nyomni. Én meg azt gondolom, hogy egész egyszerűen csak az élet meg a józanész mellett állunk, azokhoz szólunk, akik még nem bolondultak meg, akiknek van józaneszük, és akik merik vállalni a véleményüket, és szerintem sokan vannak ebben az országban, és majd ki fog derülni, hogy aki itt ér, ezek a srácok, ezek a fiatal gyerekek majd ikonok lesznek, és ez az egész vállalkozás lehet szexi. Én hiszek ebbe, és szerintem jó dolog, amiben belevágtuk a fejszínket.